No hát, ez az a videó, amit szívem szerint soha nem készítettem volna el. 3 évet fogunk időugrani, hát egy kicsivel többet, mert hogy 3 évvel és 2 hónappal ezelőtt készítettem videót Misi bácsiról, aki akkor már egy esztendeje ért nyugdíjasként a autójában, 17. kerületi egészségháznak a parkolójában. Akkor megoldódott a probléma, lett az öregnek lakhatása, csináltam arról is egy videót, hogy hogy él, mint él, aztán teltek, múltak itt a hónapok, és valahogy január elején az jutott eszembe, hogy megkeresem az öreget, rácsörgök, mi van vele, boldog új évet kívánok. És hát az van vele, hogy hogy is volt a beszélgetés, kérdeztem, hogy mi a helyzet, és mondta, hogy hát megint ott vagyok, ugyanott vagyok. Ó, mondom, az remek, és mit jelent az az ugyanott? Hát a parkolót. Na, úgyhogy akkor most eljöttem megnézni, hogy mi van vele. Azt hiszem ez az ő autója, mert hogy már nem a kis Citroen van. Még sokan nincsenek itt, úgyhogy... Enke. Jó napot! Jó napot kívánok! Hát... boldog új évet! Köszönöm szépen! Örülök, hogy látom, de nem örülök, hogy itt látom. Hát... sajnos... az egyet, hogy újból ilyen rossz sorsra jutottam, mert... mint annak idején mondtam önnek, hogy nagyon jó helyen van. Hát voltam is ott ugye, igen, és az... Igen, önnek is tetszett. Persze, ez teljesen rendben volt. Hát sajnos volt egy rossz dolog, hogy a betegségem közbeszólt. Hirtelen beteg lettem, összeestem, teljesen megbénultam alul. Mikor történt? Ez most olyan, mikor? Hát most egy éve körülbelül. Aha. Február másodikán. Bevittek a kórházba, és 7,5 hónapok voltam. Újra meg kellett tanulnom járni, és hát a tulaj azt mondta, hogy hát nem akar beteg embert ott látni, azt inkább kirúgott. Sőt, mi több, az összes holmimat a alvószobába bepakolta, össze volt törve, össze volt vagdolva a ruháim. De mi változott meg? Hát azért ez nem volt egy rossz figurát, végülis 2 évig ott lakhatott nála tulajdonképpen, tehát az ipartelepen. Hát ő nem? Hát igen, hát... hát mégiscsak ő volt az, aki... Szerintem ő ezt egyedül nem akarta. Egyedül nem akarta, mert van neki egy könyvelője, meg van neki egy olyan másik illető, aki a tulajtól bérel egy bizonyos területet, neki is ott vannak traktorok, kombájnok, minden, stb. Gépek, és hát annak az embernek a fiát tették az én helyemre. Uh-huh. Azt költöztették oda. Aha. Na jó, én nem török pálcát azért attól függetlenül, mert mégiscsak tényleg 2 évig ott lakhatott, bár ez a... 2 évig én ez a per pillanat helyzet, ez nem túl rózsás, és ez meg egy új autó, úgy látom. Megmutatja, hogy most épp hogy lakik? Hát, hogy ebben lakom? Hát ebben nem. Igen, hát jelen pillanatban ebben lakom. Hát benézünk. Már, hát most augusztus óta. Augusztus óta már megint? Augusztus óta. Hát augusztus elején jöttem ki a kórházból. Ja, és akkor egyből. Megmutatja, hogy most hogy él? Hát... oké, a Citroenben azért nagyobb volt a hely, nem? Hát az a helyzet, hogy eleinte... ott hátul aludtam, de hát sajnos nem tudtam kinyújtani a lábamat. És akkor most hogy alszik? Mivel hogy beteg a lábam, hát eléggé mozgássérült vagyok, úgyhogy hát csak botta tudok járni. Uh-huh. És most már itt alszom az első ülésen. Az első ülésen? Igen, hátra döntöm, és itt legalább ki tudom nyújtani a lábam. Uh-huh. Hát másképp nincsen sajnos, sajnos nincsen fedél a fejem fölött, ez van, ez a fedél van. Hát bár volna, hát nagyon örülnék. Ezt tudjuk, hogy ez nem... hány éves most már? Most már 73-ban vagyok. Na, 73 éves, ez így nem lehet élni. Ezt lássuk be. Hát nem, járok most az ilyen, hogy mondjam, ilyen hajléktalan melegedőbe. Hát az nappal oké. Okay. Igen, nappal, de hát sajnos azért nem lehet ott aludni. Uh-huh. A nappal, mitől reggel 8-tól este 6-ig ott lett, mindent megkapunk tőlük. Azt oké, okay, csak utána meg este, most mínusz 10 fokok voltak. Hogy? Mínusz 10 fokok voltak most. Hát volt 11 fok is. Aha, hát akkor meg. Jó. Például most hajnalban 9 fok volt, mínusz 9 volt. Uh-huh. Misibának van egy kis jövedelme, ugye? Nyugdíja van?
Van nyugdíjam, de hát nagyon kevés, úgyhogy nagyon spórolnom kell a pénzzel, be tudjam osztani, mert ilyenkor télen benzint kell tankolnom, fűtenem kell. Uh-huh. Van olyan eset, amikor nem fűtök egész éjszaka, igen, fázok. Uh-huh. Elárulja, hogy mennyi a nyugdíja? Hogy? Hogy mennyi a nyugdíja, elárulja? Mennyi a nyugdíjam? Most jelen pillanatban 41 ezer forint, amit uh-huh. készhez kapok. Az derék. A gyakorlatilag 82 ezer vagy 83 ezer forint lenne, de annak a felét levonják, mi vagy a lakásokban vannak tartozásaim. Igen, hát ugye aki nem látta az első videót, úgy kezdődött a történet, hogy ennek volt egy lakása, igen. és ott felhalmozódott a rezsiköltség, ha igen. jól emlékszem, és akkor onnan el kellett költözni. Akkor költözött át a parkolóba, az autójába, és azóta is vonják a tartozásokat. Igen, igen, igen. Ilyen havi rendszerességgel, és akkor ezért marad 41-2 ezer forint. Igen, amit készek. Úgyhogy ez nagyon kevés, még ennivalóra se jutna, ha nem járnék oda a hajléktalan melegedőre. Ne keresünk valami megoldást, nem? Hát, valami szállót, valami különleges, hát járjunk utána. Egy hétig voltam, ilyen vagonban laktam egy hétig a aha. Vágány utcában. Van, eléggé ki van selejtve, ilyen katonai vöröskeresztes vonat volt régebben, ami országról országra járt, aha. és ezt most leállították a sínre, és akkor ott laktak a hajléktalanok. De én voltam, de egy hét én nem tudtam tovább lenni. Hát összecsipkedtek a bolhák, meg a büdös bogorak, meg minek. Nem, és inkább azt mondtam, hogy inkább fagyoskodjak, de nem megyek oda. Aha. Na jó, de ez akkor sem megoldás. Tudom, hogy nem megoldás, de hát nem tudok oda menni, nem tudok oda menni. Na jó, én mert attól tartok most, hogy szerintem az egy kisebb csoda volt az az egyszeri alkalom, amikor valaki így azt mondta, hogy költözön oda, ipartelepen kialakították ezt a... Nem vagyok benne biztos, hogy... Sőt, tényleg az egy kisebb csoda lenne, hogyha ez megint összejönne, valami hasonló, és az sem hosszú távú megoldás, hogy valami, nem tudom, valamit... Ne hívjunk fel valami szakembereket, menhely alapítványt, bármit, hogy mégiscsak, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát, csörögjünk már rájuk legalább. Rajtam kívül nagyon sok hajléktalan van. Most ha mindegyik tudnának segíteni, örülnének. De az ön helyzete különleges, mert ugye mégiscsak itt van az autója, van jövedelme, gondolom az autóját se szeretné veszni, hagyni, tehát azért hát, egy különleges. Igen, nem, persze, na, csináljuk azt, hogy most rájuk csörgünk, és akkor meghallgatjuk, hogy mit mondanak, jó? Jó. Na. Hát, ha mondanak valami okosságot. Üdvözlöm, én pedig Dévény István vagyok, és a segítségét és tanácsát szeretném kérni, hogy tehát 17. kerületben van egy idős bácsi, aki az autójában él. Na hát akkor abban maradtunk, hogy menhelyesek eljönnek Misi bácsihoz, és akkor beszélnek vele, meg elmondják, hogy milyen lehetőségek vannak, meg igen. Mit lehet kezdeni, és akkor utána beszélünk, aztán megnézzük, hogy mi van, jó? Jó, hogy, jó. Hogy milyen megnézi a helyet, aztán hát, ha tényleg tudnak valami jót mondani, hát bízunk benne. Hát, ha nem, akkor fogalmam nincs. Hát addig meg akkor tud fűteni? Hát nagyon keveset, nagyon keveset. Van, amikor fűtök, van, amikor nem. Spórolok, mert nagyon kevés pénzem van arra, hogy tudjak vásárolni benzint és fűtsek. Egyik nap fűtök, másik nap nem fűtök. Na, akkor azért mondom, hogy ez tényleg nem maradhat így, mert még hosszú a tél. Na, folytatás következik, az a lényeg, legyünk optimisták, jó? Jó, na. Jó. Köszönöm szépen. Én is.